Köszöntöm a nézőket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Nem volt a véletlen műve a Kakasd tavaszi nyitófordulóbeli győzelme a Dombóvár otthonában. A megyei első osztály kis csapata ugyanis legutóbb odahaza végig egyenrangú ellenfele volt, a lista vezető Tamásinak. A 88. percben még 0-0 volt az állás, és érett az újabb meglepetés. De ekkor jött egy szöglet, és a vendégek afrikai játékos edzője Jami Haruna emelkedett és bólintott. Sok futással a területek zárásával majdnem végig el tudta rontani a tamási kombinatív játékát. A Kakasd nem csak védekezett, hanem gyors indításokkal, labdakihozatalokkal gyakorta portyáztak a vendégek 16-os előtt, olykor azért a már testvérek jóvoltából veszélyeztettek is. Látszik, hogy munka, komoly edzésmunka folyt az elmúlt hónapokban Kakasdon, fizikailag úgy tűnik, a legnagyobbakkal is fel tudja venni a versenyt a megye egyben Szabó Tibor csapata. Morálisan rend is volt, és az is van. Nekünk csak ez vezet eredményre, hogy így együtt harcolunk, közel van, leszűkítjük a területet, kisegítjük egymást, nincsenek nálunk sztárjátékosok, nincsenek külföldi játékosok, csak ez vezet eredményre. Reméltem, hogy átmentjük a dombovári formánkat, és hála Istennek sikerült ugyanezt a lelkesedést átmenteni, és hogy mentek el a percek, srácok is látták, hogy van keresnivalónk. Így igaz, a tamási szurkolók is már kezdtek belenyugodni a pontvesztésbe, csapatok gólképtelenségébe, kezdtek a fedett lelátón mozgolódni, és elérkeztünk ekkor a 88. percig, 2 perccel a vége előtt jártunk. És szöglethez jutott a Tamási. A Bonyhád felé néző kapunál érkező szögletre ki más, mint a tamási futballvezér, játékos edző Jamme Haruna, amolyan liftként emelkedett a magasba, és úgy fejelt a kapu számára védhetetlenül a bal felső sarok irányába, ahogyan azt a nagykönyvben megírják. Ez az egy momentum, vagyis a gól döntött, Haruna Kakasd 1-0, így is fogalmazhatnánk. Megint nem volt hiába való, hogy csatártársaik tehetetlenségét látva a második félidő közepén pályára küldte saját magát az afrikai magyar csatár, aki egyben a megyei góllövő lista éllovasa is. Ünnepeltek a vendég szurkolók, a gólszerzőt is szerették volna éltetni, aki nem nagyon hagyta magát, mert edzőként gondolkodva eléggé dühös volt a lefújást követően, és góljáról sem akart nyilatkozni. Stílszerűen szólva átpasszolta ezt a lehetőséget egyik csapattársának. Tényleg nagyon egy brusztolós meccs volt, az, hogy szűk a pálya, nem a legjobb a talaj, és ők visszaszűkültek, nem hagytak nekünk helyet a mi passzjátékunkra, de mi próbáltuk mégis azt játszani, de tényleg le a kalappal a Kakasdi játékosok előtt mindent kiadtak magukból, és szerintem egy jó meccset játszottunk. Egyszerre 4 afrikai volt a pályán, a védelemben egy új afrikaival, de más új igazolást is felfedezhettünk a tamásiaknál. Jött a Halászroli középre, ő futásba tud még adni, és a Zima jött hátulra, ő most debütált ezen a mérkőzésen, ő pedig a védekezésbe. Kijelentem, hogy most erősebbek vagyunk, mint a tavaszi félszezonban és az őszi félszezonban. A Kakasdi öltözőt a számukra balszerencsés vereség a bravúros pontszerzés lehetőségének elmulasztása miatt szomorúság töltötte be. Ám egy napot aludva a történtekre már biztosan tudják értékelni a Tamási elleni 0-1-et. Én azt gondolom, hogy jó irányban halad. Én ugye idén csatlakoztam a csapathoz, egybe vagyunk, jó a társaság, edzünk egész héten, tehát együtt vagyunk. Igen, próbáljuk majd mindig megnehezíteni az ellenfél dolgát. A Török Bálintól érkező új játékos elsősorban azon lesz, hogy a gólerős Márk testvéreket kiszolgálja a jó labdákkal. 2-1-eket próbáltunk kialakítani, most ez sikerült, hogy sikerült, de igazából nem jött össze, tehát nem eredményezett gól. A bekapott egyetlen gólért konkrétan nem hibáztatható senki, jegyezte meg a mérkőzés után Szabó Tibor. Nem volt megbeszélve, hogy ki fogja, szögletekre nem gyakoroltunk olyan pozíciós játékot, ahol elosztjuk a büntető területet, és akkor abba a sávba kell beérkezni. De hibázni se hibázott senki a szögletnél? Nem hibázott, egy jó szöglet volt, erősen bejött és befejezte nagyon. A Kakasd újabb híveket szerzett magának ezzel a meccsel.
Legközelebb ugyanis megint nagy csapattal, a bajnok jelölt Tolnával meccselnek. Jól indult az év a bátaszéki új generációs karatékák számára. Az utánpótlás alsóbb korosztályban idehaza már bizonyító versenyzők, az értékmérőnek számító közép-európai viszonylatban is jelentős versenyen két érmet is szereztek. Az egyik versenyző a döntőben csak bírói döntés után vesztett, így nem térhetett haza arannyal. Van egy évelei, távolságban is elérhető nemzetközi verseny, ez a pozsonyi, amely több okból is szerepel a bátaszéki karatékák versenynaptárában. Egy olyan szlovák versenyről van szó, a mezőny mennyisége, de legfőképpen minősége alapján érdemes ott lenni. Legfőképpen azért, hogy lemérhessék a szakosztályok, hol tartanak itthon már produkáló versenyzőik a nemzetközi szinthez képest. 22 ország nevezett a pozsonyi Grand Prix-re, szóval akkor megnéztük a mezőnyt, akkor nem tudtuk volna eldönteni, hogy ennek a kategóriának kik lesznek a győztesei, mert annyira homogén volt a mezőny, annyira mindenki tudta azt, hogy tehát mindenkiben benne volt az X-faktor, ha mondhatom ilyen hangzatosan. A Cikádor és a Széki Kupa az egy tipikusan heterogén mezőny, tehát ott vannak kezdők, haladók, tehát ott azért azt kell mondanom, hogy ránézzünk a mezőnyre, és szinte 100%-os pontossága ki lehet azt választani, hogy ki kerül a legjobb négybe. Az idén a bátaszéki új hullám két jeles képviselője is egyfajta áttörést hozva felállhatott a dobogóra Pozsonyban. Elsőnek egy szlovák ellenfelet kaptam, aki nagyon rutinos volt, de kettő helyre meg tudtam verni. Mi volt ez a döntő, egy kombináció, vagy egy ütés, egy rugás, amivel a pontozókat meggyőzted, vagy a zsűrit? Kombináció. Aztán a következő, sorsolás szerencsés volt, vagy kit kaptál utána? Egy ukrán ellenfelet. Nagyon szerencsés volt a sorsolás. Egy ukrán ellenfelet, akit 3-1-re tudtam megverni. Először ő irányított, utána meg én. Közben egy vereség is becsúszott, de a harmadik hely még elérhető volt Bence számára, aki egy 0-0-ra végződő meccs után bírói döntéssel léphetett tovább, majd következett a bronzmeccs egy másik ágról érkező, már számára nem ismeretlen anyaországi magyar ellen. Találkoztam vele, és egyszer ő megvert egyszer, egy Cikádor kupán, most meg én tudtam megverni. Akkor egy-egy az állás, tulajdonképpen milyen kombináció, vagy milyen egy technikai elem döntött? Kontra. Az U10-es korosztályú Steiger Bence hazai rangsorban az első öt között van már, okkal reménykedett Pozsonyban is egy jó szereplésben. Dobogóra, hát még a döntőre, ezüstre egyáltalán nem gondolhatott, legfeljebb titokban. Az első két meccset maga biztosan nyerte, a négy közé jutásért egy külföldi győzött le kizamival. Amikor fejre ütsz egy első kézzel, és kontra gyakucuki, amikor jön egy ütéssel, és te megelőzöd egy testi ütéssel. Először ő csinált egy pontot, aztán én csináltam hármat, tehát így 1-3 lett. Ezzel négy között voltál. A döntőben ki ellen kellett megküzdeni? Hogy emlékszel vissza arra neki? Hát először volt a Paul döntő. Ott 3-0-ra vezettem, ott behozta 3-3-ra, és bírói döntés volt. És ott én megint én nyertem. A fináléban összejött Pozsonyban a hazai csúcs, MTK Bátaszék, vagyis Tóth Zsombor, Steiger Bence. Igazából 0-0 lett, és utolsó 10 másodperc leszorítottam a sarokba, de ott nem született pont. És utána mi történt? Hát utána igazából már semmi, mert 0-0 lett. Bence elfogadta, hogy a mérkőzés összképe alapján ezúttal az ellenfelét hozták ki győztessen. Nagyon komoly reményeket fűzünk ez a generációhoz, mert már a pozsonyi eredmények után érezhető volt az, hogy még ráadták a kakaót, még tüzesebben dolgoztak az edzésen. Én azt gondolom, hogy most hétvégén jön egy kicsit alacsonyabb szintű, egy ilyen 300-350 fős mezőny Magyarországon, és én várom azt, hogy ezek a srácok idézőjelben lebontják a csarnokot. Nagy Ákos ki tudja már hányadik új generációjában 8-9 olyan gyerek karatézik, aki jó eséllyel viheti tovább a bátaszéki gazdag sportági hagyományokat. A női futszálban meghatározó két Tolna megyei egyesület, a Szekszárd FC és a Tolnamözs 5 játékost ad az EB-selejtezőkre készülő magyar női futszál válogatottba. Őket hozzuk közelebb az elkövetkező hetekben. Minisorozatunkat a Szekszárd válogatott játékosaival indítjuk. Gamzer Hajnalkára, mint szekszárdi származású női focistára, született tehetségre, az idősebb futballkedvelők jól emlékeznek.
Nem volt átlagos, ahogy a kicsi lány bánt akkoriban a labdával. Hamar bekerült a kispályás és a nagypályás magyar válogatottakba is. Ám úgy alakult a sorsa, hogy megmaradt a futzalnál, ebben szeretné még kiteljesíteni eddig sem sikerszegény pályafutását. Nekem sokkal jobban tetszett a futzál, gyorsabb, technikásabb, és úgy gondolom jóval inkább a nőknek való, mint a labdarúgás. 2006 és 2010 között meghatározó szerepet töltött be az először összehívott magyar női futzál válogatottba. Nekem a legnagyobb emlékem az, hiszen 17 éves voltam még csak, és felnőtt válogatott voltam, és annyira jól sikerült az a meccs, hogy a szövetségi kapitány megválasztott az a meccs emberének, úgyhogy az mindenképpen. De azért voltak bőven, volt Tolnán teltházas mérkőzésünk az oroszok ellen, ahol nagyon jó eredményt értünk el. Volt Rómában, ahol az olaszok debütáltak ellenünk, és kint játszottunk, nem csarnokba. Futszámérkőzést, az is teltházas volt. Meg hát azért játszottunk itt a világ elite ellen, mint a spanyolok, portugálok. Jó néhány évvel ezelőtt, amikor szülővárosa Szekszárd megkereste, nem volt kérdés a felvillantott, felvázolt perspektívát látva a hazatérés Gancser-Hajni számára. A technikai tudásodat megvillantva még a válogatottban is szeretné bizonyítani? Szeretnék persze mindenképpen, örülök egyrészt, hogy a szülővárosomat képviselhetem. Nem nagyon szeretnék innen már máshova menni, az biztos. Tavaly segítettem az edzősködésbe, ott a kicsiket edzettem, idén egyáltalán nem fér bele az időmbe, de természetesen szeretnék nekik minél többet mutatni, akár itt a csapattársaimnak, akik a fiatalabb generációba tartoznak, akár majd a kisebbeknek, úgyhogy igen, ez célom. Úgy gondolta, hogy mai játékával is, egyedi cselezőkészségével, rúgó technikájával, váratlan, kreatívnak nevezhető megoldásaival helye lenne a mostani Európa-bajnoki selejtezőkre készülő új magyar női futzál válogatottban is. Ha késve is, de megérkezett az új kapitány, Dombó János meghívója, újra címeres mezben szerepelhetett a közelmúltban nemzetközi felkészülési mérkőzéseken. A válogatott egyébként nagyon jó játékosokból áll. Tényleg például most Varga Adélt említette, gyerekkori barátom, meg hát nagyon sok évig voltunk csapattársak is, de igazából mindenki ismer mindenkit, tehát olyan vagyunk tényleg, mint egy kis család. És én azt gondolom, hogy ha több edzésünk lenne, a több összetartás, ha lenne egy megfelelő koncepció, akkor nem csak a középmezőnyel vehetnénk föl a versenyt, hanem tényleg kisebb lenne az a szakadék, ami amúgy nem olyan nagy az elit és a magyar csapat között. A szekszárdi UFC bajnokesélyes női csapatából Megyeri Boglárka és a kapus Hargas Anna Mária is tagja az új összetételű válogatott keretnek. Velük következő adásaink egyikében ismerkedhetnek meg a sporták kedvelői. Kétszer is vezetett a Paks MB3-as labdarúgó csapata a listavezető Szent Lőrinc ellen, de végül be kellett érnie a sereghajtónak döntetlennel, pedig égető szüksége lett volna a 3 pontra Tököli Attila kiesés ellen küzdő csapatának. Jó íramú találkozón csapott össze a listavezető és a sereghajtó. Ősszel a Paks Szent Lőrincen nyerni tudott, így a tabellán elfoglalt helyük ellenére nagy csata volt várható. A találkozón Báló Tamás és Nagy Rihárd játszott vissza az NB1-es keretből. Az első félidő gól nélküli játéka után a második részre felpörögtek az események. Az 50. percben Berdó révén előnyhöz jutott a Paks, de pár percre rá egyenlítettek a vendégek. Majd a 67. percben Nagy Ricsi által ismét vezettek a hazaiak, akik mindössze negyed órán át örülhettek, mert ismét jött az egyenlítő találata túloldalról. A végeredmény 2-2 lett. Az 1 pontra nem vagyok elégedett. Kétszer vezettünk. Úgy érzem, hogy abszolút benne volt a mérkőzésben az, hogy meg tudjuk nyerni. Sajnos nem sikerült. Két fejes gólt tudtunk kapni, mind a kettőnél megvoltunk. Az egyik pontrugásnál volt a másik egy beívelés, amikor tudtuk, hogy azt csinálják már a végén.
Sajnálom, nem szomorú vagyok, meg feszült, de azt gondolom, hogy azért lehet erőt meríteni ebből a mérkőzésből, mert nagyon sok pozitívum volt benne, és bízom benne, hogy a következő héten már nyerni tudunk. Nyilván az, hogy két gólt tudtunk rúgni az első helyezett csapatnak, ők vezetik a bajnokságot, tőlük vettünk el 4 pontot a szezonban, én bízom benne, hogy ad annyi önbizalmat a srácoknak, hogy ez a továbbiakban látszani fog. Hát volt sajnos, ami valahol pozitívum, valahol negatívum, tehát voltak az olyan 2-1-es szituációink, amit sajnos nem tudtunk a mai nap folyamán lejátszani. Rosszul döntöttünk, megpattant a labda, de az biztos, hogy ahogy akart a csapat és ahogy küzdöttek végig, az pozitív volt. Sajnos most nem sikerült. A feljutásért harcoló Szent Lőrinc mindenképpen nyerni szeretett volna a sereghajtó otthonában. Ez a mai napon nem jött össze, egy jól felkészített és megerősített paksi csapattal találtuk magunkat szembe. Én úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született. Mind a két csapat valamilyen szinten kioltotta egymás játékát abba, hogy csak a rögzített helyzetek vagy a kontratámadásokból tudtunk helyzetet teremteni, mi is és ők is. Ez is lett az eredmény, hogy 2-2. Annyi pozitívan volt a mai mérkőzésnek, hogy azt lehetett látni, hogy van tartása a csapatnak, mert kétszer vesztett helyzetből föl tudtunk állni, és ugye egyenlíteni tudtunk, és próbáltunk menni a győzelemért, ami mai napon sajnos nem jött össze. Egyéniben kenyai és etióp győzelmet hozott a 35. Pécs-Harkány centenáriumi országúti futóverseny. A váltók közül férfiaknál és nőknél is a PSN ZRT futói értek elsőként a célba. A tavaszias időjárás meghozta a futókedvet, és nem sokon múlt, hogy a részvételi rekord és a pályacsúcs is megdőljön. Készülődnek a versenyzők a félmaratoni távra, köztük a kenyai Evan Stanvi is. A szezonindító Pécs-Harkány országúti futóverseny mindig jó szint felmérője a téli felkészülésnek. A tavalyi győztes PSN ZRT férfi váltó idén is az elsőségre pályázott. Múlt héten volt egy betegségem, ami miatt Sanyi bácsival úgy döntöttünk, hogy inkább most csak a váltót vállaljuk be, hogy valami probléma legyen jövő héten, illetve a felkészülésembe a többi versenyre. Az Éltes Mátyás egymiből is évek óta érkeznek futók a versenyre. Tavaly ugyanúgy futottunk, ugyanezt, ugyanígy váltóba, és a készülődés az úgy volt, hogy Kinnuramvárosba, a Szivárványnál futottunk körbe, és lépcsőházba még gyakoroltunk, ugye. Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, hiszen a tanulók többségének ez az egyetlen kitörési lehetősége. A pécsi Éltes egymi tanulóiból áll a csapatunk. Hát mi most már évek óta hozunk sajátos nevelési igényű gyerekeket erre a versenyre. Az pedig, hogy kik jönnek ilyenkor, az egész éves munka és az egész éves felkészülés utáni minőség dönti el, hogy milyen állapotban vannak a gyerekek. Ehhez képest szoktam összeállítani a csapatot. Hát én nagyon szeretném, hogyha a férfi váltók közül az első 10-ben végeznének, az egy gyönyörű eredmény lenne, egy óriási teljesítmény tőlük. A 25 kilométeren belül vannak lejtős, sík szakaszok, de akadnak bőven embert próbáló emelkedők is. Hogyha a váltót nézzük, akkor az első. Ha az egyéni futókat nézem, akkor az utolsó szakasz, mivel a toronyi dombok azok 18 kilométer után jönnek, úgyhogy nekik az a szakasz lesz a legnehezebb. A rajt előtt találkoztunk olyan sportolóval, aki korábban többször megnyerte ezt a versenyt, most azonban csak nézőként látogatott ki a megmérettetésre. Nagyon időjárás függő, mivel ez a március elején van mindig. Van, amikor hó van, van, amikor ödő van, mint például most is. Ha éppen rossz idő van, akkor eléggé nehéz tud lenni, főleg ha nagy szelek is vannak, és inkább az eleje, a FEMA rész, az egy a FEMA-ig eléggé nehéz a pálya, és utána a tenkesnél van pont egy körülbelül a 21-2. Kilométerben egy igen erős holdpont azon a tenkesi emelkedőn. Amúgy azt mondanám, hogy nem olyan vészes, nagy rész sík. Nagyjából
4 vagy 5-ször vettem részt a versenyen, és 2-szer nyertem meg. Mind a 2-szer szerencsére nagy fölénnyel, és hát éppen, hogy nem döntöttem pályacsúcsot az egyik alkalommal. Valamilyen szinten ez is terben volt, de végül nem indultam el. Jövő héten a Mohácson van egy félmaraton, azon szeretnék elindulni, és nagyrészt leginkább ilyen terefutó versenyeken akarok majd a jövőben indulni. Minden 1979-ben kezdődött, amikor a PVSK tájfutói együtt lefutottak Harkányba, később azonban többen csatlakoztak hozzájuk. Innen, erről a helyről rajtoltunk el, 36-an, 39-en, bocsánat, annyi tájfutó jött össze, ez belterjes volt, és hát akkor a sikere lett, következő évben jöttek hozzá atléták, jött a komlói csoport, Homoki Vince és a nagy Dudásék, meg nagy csapata, és szép lassan kialakult ez a verseny, és én nagyon örülök ennek. Van egy lánycsapatom, a Takari Szövetkezetnek a csapata, úgyhogy az külön szurkol is teszek. Most harmadszor beszélem őket rá, hogy a csapatot csak állítson ki. A tavalyi mínusz 3 fokhoz képest idén plusz 12 Celsius fokos időben álltak rajthoz a futók. A tavaszias időben Evans Tanvi nyerte a 25 kilométeres távot 78-45-ös kiváló idővel, de Sági Ferenc 77-06-os pályacsúcsa most sem dőlt meg. A női egyéni győztes az etióp Buzuamehu Mohamed Ahmed lett 90-59-es eredménnyel. A férfi és a női váltóversenyt egyaránt a PSN ZRT csapatai nyerték. Pécset rendezték a tanulásban akadályozott diákok számára a zsinórlabda országos döntőt. A megmérettetésre 14 csapat érkezett. Baranyát 2 iskola, a pécsi Éltes Egymi és a komlói Egymi képviselte. A díjakat Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója adta át, aki elmondta, hogy a közeljövőben a felnőttek is megmutathatják majd tudásukat. A fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetsége nyerte el a zsinórlabda diákolimpia országos döntőinek rendezési jogát a tanulásban akadályozottak számára. A pécsi finálén 14 csapat csaknem 150 sportolója vett részt. Baranya megyét a komlói Egymi és a pécsi Éltes Egymi zsinórlabdázói képviselték. Az iskolában a komlóiak levertek minket, a többit azt megnyertük, aztán meg a megyein a komlóin pedig nyertünk, mindent, megyen igen Komlóna a sportcsarnokba. Itt meg vesztettünk egyet, de az nem tudom, kik ellen volt. Volt tegnap 2-szer vesztettünk, 1-szer nyertünk, most meg 2-szer nyertünk. Csak a 2 érintésnél az akkor lefújják, meg hogyha a hálóhoz érünk lecsapáskor a kezünkkel, azt is lefújják. Illetve, hogyha a hálóna dobjuk a labdát, azt is, szóval, meg hogyha kimegy. A pécsi döntőn a komlóiak a 7. helyért vívtak nagy csatát. A legjobb, hogy a csapat együtt van. A szerve a leg... Ha rossz, akkor ki kell javítani. Hát többször gyakorolunk, de csütörtökig. Nem vagyunk mi osztások. Vegyes inkább. A komlóiak a 7., a pécsiek pedig az 5. helyen zárták a színvonalas döntőt. A bajnok a Tatabánya együttese lett, legyőzve a Tata gárdáját. A bronzérmet a kiskunmalsai tanulók nyakába akasztották. Megmondom őszintén, címvédőként érkeztünk. Szerettük volna a címet megvédeni. Tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, bár a pikantériát megint az adta, hogy ugye tavaly is döntőt játszottunk pont a Tatával, és ugye sikerült ezt most itt megismételni. Sokat készültünk rám, szakkori óra keretében heti 2-szer mindenképpen foglalkozunk ezzel a sportággal. Nagyon szeretik a gyerekek, nagyon szeretnek zsinórlabdázni. Azt gondolom, nagyon sok sikerélményt, motivációt ad ez a gyerekeknek. És ugye amikor itt versenyidőszak következik, akkor egy-egy órából is leszoktunk csípni, hogy a zsinórlabdának az előnyére. Hát én azt gondolom, a munka az mindig meghozza a gyümölcsét, tényleg nagyon-nagyon sokat készülünk. És hát azt gondolom, a gyerekek is partnerek ebben, nagyon motiváltak. Nagyon-nagyon szeretik az országos versenyeket, több napra eljöhetnek, ugye eleve kirándulnak, és ez óriási motivációt ad neki, hogy a felkészülésben így még többet fog készülni, mint mondjuk más egyéb mondjuk verseny vagy sportágra. A szombati díjátadón Vári Attila, a PSN ZRT vezérigazgatója köszöntötte a versenyzőket.
és ezért egyedülálló az országban, hiszen paralimpiai érmese van, nyári és télolimpiai érmese is van sportiskolának, és a Fodisszal nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ráadásul a kollégánk a Baranya megyei Fodisznak a titkára. Rengeteg olyan eseményt közösen szervezünk, amivel a gyermekeket meg tudjuk mozgatni, és hát ez a kétnapos esemény is ilyen volt. Örülünk neki, hiszen közel 200 fő vett részt ezen a versenysorozaton, és 14 csapat. Nagyon büszke vagyok erre, hogy Pécs adott otthont ennek az eseménynek, és hát várjuk őket vissza. Vári Attila hozzátette, a közeljövőben nem csak utánpótlás versenyek lesznek, hanem a felnőttek is megmutathatják tudásukat. Ezek a megmérettetések komoly űrt fognak kitölteni a szövetségnél. Gyakorlatilag a röplabda szabályokkal játszunk, annyi különbséggel, hogy itt meg lehet fogni a labdát, ugyanúgy három érintés van, utána át kell jutani az ellenfél térfelére, tehát igyekszünk azokat a szabályokat használni, ami a röplabda szabálya. Tehát ebből indultunk ki, könnyítés talán annyi van, hogy egy lépés lehet tenni, hasonlók, de ez éppen az ő képességből adódik, hogy kell egy kicsi könnyítés a játékban. A felmenőrendszerű verseny célja, hogy a fiatalok minél többet gyakoroljanak, és eljussanak később arra a szintre, hogy röplabdázni is megtanuljanak. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!